Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és egy újabb Rainbow Six siege videót láthattok, amiben a játék újabb évéről fogok beszélni, hogy mit várhatunk benne, milyenek lesznek az operátorok, és aki megveszi a Season pass az mit kap a pénzért. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményed kommentben, oszd meg a videót, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Szóval, amikor kijött a játék tavaly december 1-én, sőt, már korábban is azt mondogatta a Ubisoft, hogy a Rainbow Six Siege-et hosszú távra tervezték, és nem szeretnék, hogy, egy olyan, hogy olyan hamar meghajjon a játék, mint mostanában a legtöbb, legtöbb videójáték. Ez abban mutatkozott meg többek között, hogy mutattak nekünk egy roadmap-et, vagyis útleírást, amiből megtudhattuk, hogy mit várhatunk a Siege első évétől. Kiderült, hogy negyed évekre van osztva ez az egy év, amiben új pályákat, új operátorokat és egyéb finomságokat kapunk, ahogy telik az idő. A napokban a Rainbow six hivatalos oldalára kitették a második év rodnepét, ezzel egyértelműsítve, hogy az első év sikeres, jól bevált receptjét folytatni kívánják. Ezen az oldalon megtalálhatjuk a Season Pass 2 részleteit, de ami még fontosabb, az, hogy milyen terror elhárító csoportok érkeznek a játékba. Itt van tehát egy ízléses kép a szígybe tartó nemzetek zászlóiról, és a zászlók mögött az operátorok. Ugyan ezek az operátorok ö, nem nagyon látszanak, szóval nem lehet belőle rájönni, hogy milyen lesz a gadgetje, vagy ilyesmi, de mindenképpen ez egy szép koncept árt. Az országok a következőek. Spanyolország. Hongkong, Lengyelország és Dél-Korea. Ezek sokszínű nemzetek, sokfajta kultúrával, de minden bizonyal a szícsben még érdekesebbek lesznek. A következő kép a Roadmap maga amin már egy körülbelüli időbeosztást is láthatunk arról, hogy milyen sorrendben és időközönként fognak érkezni az új DLC-k, emellett pár apróságot is felfedezhetünk a kép alján. Elsőként a Season 1-nal érkezik a spanyol DLC február környékén, három hónap múlva a hongkongi, megint három hónap múlva a lengyel, és azután három hónappal később a dél-koreai is. Így láthatjuk, hogy rendkívüli a hasonlóság az első év időzítéséhez. Ez rendben is van, hiszen eddig ez bevált. Ami nagy újításnak tűnik, hogy minden season felénél, tehát DLC után másfél hónappal fognak érkezni a mid-season reinforcementsek, vagyis a szezon közepi megerősítések. Ezt először a School Skull Rainben láthattuk, amikor az augusztus elején kiadott Brazil DLC-re másfél hónappal, szeptember közepén érkezett az első ilyen mid-season reinforcement. Jó hírem van, ugyanis nagyon közel vagyunk a következő ilyenhez, mert a japán DLC után másfél hónappal, tehát körülbelül karácsonykor érkezik a következő ilyen mid-season reinforcement. Ezek a frissítések nem tartalmaznak új operátorokat, viszont játékhibákat javítanak, változtatják az operátorok közt lévő egyensúlyozást, új eszközöket, fegyvereket, skineket és egyéb személyre szabhatósági dolgot vezetnek be. A december vége felé várható Mid Season reinforcements el fog érkezni többek között a Bartlett University pálya, ami ugye az Article 5 situation-ben a pálya a map, ami, és ez tehát nem DLC-vel jön, hanem ezzel a szezon közepi megerősítéssel. Ez nincs ugyan sehol leírva, de én úgy vélem, hogy a mid-season reinforcements olyan dolgok fognak jönni, ami a DLC-ben már nem fért bele, így például az új pályák és új játékmódok is. Mert ugye gondoljatok csak bele, hogy ha van egy, egy DLC, akkor amivel bemutatkozik egy új szezon, és két operátor is. Ugye a két operátor alapban elég, elég, sokat foglal, aztán az új pálya, gondoljatok a japán pályára, hát rohadt ö, részletes, és szerintem nagyon sokat foglal abból a 5,5 gigabyte-ból, ami az update volt. Emellett sok skin kell letenni, headgear uniformot, egyebeket, úgyhogy már van olyan, hogy nem fér bele egy DLC-be valami, és éppen ezért ilyenkor ezt a mid-season reinforcementben nem sokkal később megtehetik, hogy ami akkor kimaradt, azt így nekünk átnyújtják. Um, továbbá új funkciók lesznek elérhetőek a játékban, új személyre szabhatósági cuccok, és kapunk egy újabb évnyi Pro is. Nézzük a következő képet, ami a Season Passról szól. Az, hogy mit tartalmaz a Season Pass 2. Tehát látjuk, hogy 7 nappal hamarabb átvehetik a, az új operátorokat a Season Pass 2 tulajdonosok. Ugyan egy korábbi videóban azt mondtam, hogy ez a 7 napos előny nem lesz a season passosok javára. Úgy gondolta a Ubisoft, hogy ezt mégis így csinálják, mert valószínűleg a szar se vette volna meg a season pass-t, hogyha még ez sincs benne. Uh, ugyanakkor továbbra is ingyen megkapod az operátorokat, tehát nem kell külön fizetni érteneket forinttal, hogy te megkapd a játék legújabb részét, tehát uh, renovéval ugyanúgy ki tudod váltani, ami szerintem nagyon jó. Ettől függetlenül én szerintem több mint valószínű, hogy megveszem a Season Pass 2-t, ami továbbá tartalmaz uh, prémium uh, leárazásokat és uh, prémium uh, dolgokat a játékon belül, ami, ami, péld, ami egyébként február 7-ig tart, de nem ez a 2017 február, hanem 2018 február 7-ig 5%-os Renové Boost, kettő extra napi challenge, és 10%-os leárazás mindenből, amit a shop részben akarsz venni, nyilván a renovés árakból. Aztán exkluzív headgear és egyenruhák, emellett pedig egy hatos Carbon charm kapnak még azok, akik megveszik a Year 2 Season Pass-t. És Ugye ez hasonló, mint eddig volt, a uniformokat már kapott az első éves season passos is a japánoknál, headgear már a Dustline óta kapnak, azt hiszem, de lehet csak Skull Rain, mindegy, és a Carbon Charm pedig az első éves arany hatost helyettesíti, ami egyébként az, tehát az az hatos, amit a season passosok megkapnak extra charmnak, exkluzív charmnak, az a season passnak a jele maga. Ezen felül pedig kapsz 600 Rainbow kreditet, tudjátok, az a kis szürke pöttyöcske, amit igazából headgear lehet elkölteni, azt hiszem még uniformra, és biztos nagyon sok szem, vizuális személyre szabhatósági külcsínyes dologra. Nyilván ez is egy jó dolog. És hogyha te február 7-e 2017. február 7-e előtt veszed meg a Season 2 pass vagy Season Pass 2-t, szóval értitek miről beszélek, ezt uh, nyilván különböző is hívom a videóban, de tudjátok, hogy erről beszélek, akkor megkapod az Obsidian Weapon skin ami igazából rosszul néz ki. Nem tudom kinek, milyen az ízlése, és mit nevez szépnek, de ezt én inkább tettem volna a season passos izdébe. Inkább ö, nem tudom, valami más. És sima carbon skin, a carbon skint a carbon charm mellé, bár ez lehet, hogy pont az, pff, nem tudom, de nekem nem tetszik valahogy. Tehát az arany skin meg a zebra azért sokkal, de sokkal jobb volt az első season passban. Egyébként erről most mutatok egy közelebbi képet is. Tehát így néz ki, látjátok, olyasmi, mint egy diamond skin, vagy egy kobalt skin, tehát a fény az így nagyon tükröződik és villog rajta, de igazából ez egy fekete ilyen, ilyen maszat. A következő képünk az a Rainbow Six Siege Year 2 Gold Edition, ami a Rainbow Six Siege játéknak egy különleges kiadása. Sajnos nem tudom, hogy ez lesz-e, PS-re és Xbox-ra is, de PC-re 100% hogy lesz. Ugye ebben benne van a teljes játék, és a második éves season pass, tehát ez olyasmi, mint volt az Art of Siege, amikor kijött a játék. Ez olyan csak nem az első éves season pass van benne, hanem a második éves season pass. A következő pedig a Siege Complete Edition, ebben is tehát a teljes játék van benne, és emellett nem csak a második éves season pass, hanem az első éves is, bár abból csak az operátorok. Tehát van ez a Legacy Operator Bundle, amit a játékban külön is meg tud az venni, aki mondjuk nem vet meg nem tudom, hat DLC operátort, az, ha ezt megveszi pénzért, az kiannokkolja az összes eddigi frissítéssel érkező operátort, és ezt már nem sokáig lehet szerintem megtenni, szerintem addig, amíg el nem indul a második season, és emellé pedig természetesen a ír to pass pedig megkapod a következő operátorokat is, szóval ha aki ezt megveszi a Complete edition az megkapja a játékot és minden exkluzív tartalmat, ami újonnan jött hozzá. Igaz, hogy például az olyanokat, mint a Season Pass 1-nek a csármja, meg mit tudom én, skinjei, azt nem, de remélem, hogy valaki nem azért fog lemondani erről a remek editionről, mert nincs benne mondjuk az arany skin, vagy valami hasonló dolog. Na srácok, hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy elég részletesen és érthetően el tudtam nektek magyarázni, hogy miről fog szólni a Rainbow Six Siege következő egy éve, amit én tűkön ülve várok, remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és ami fontos, hogyha ezt szeretnétek velem együtt élvezni, mert természetesen a Gaming is Fan fő játéka továbbra is, többek között a Rainbow Six siege lesz. És a második évben még keményebben és még jobban fogjuk itt játszani ezt az FPS játékot, ami lassacskán már túlnövi azt amit egy éve elindított a Ubisoft, és szerintem remek játék lett belőle. Egy-két bug van, amit ha kiavítanak, akkor szinte már tökéletes lesz a játék, és remélem, hogy a következő operátorok, amik egy kicsit a fejemben nem állnak össze, hogy hogyan fog a Ubisoft kitalálni még 8 különböző operátort, és nem elég, hogy, hogy hogy dobnak nekünk pár jól kinéző operátort, pár jól kinéző mappot, hanem ezek az operátorok, akik jönnek, egyeninek kell lennie. Gondoljatok Valkorire, aki dobható ragadós kamerát dob, gondoljatok Bakra, aki az egyetlen, aki egy fegyveren hoz egyszerre shotgun és assault rifle is. Vagy ott van például kapitáó, aki elégeti a levegőt. Vagy ilyenekre gondolok, szóval ezek mind nagyon egyedi gadgetek, egyedi operátorok. Viszont például már ezzel az echo és hibanás cuccal, kicsit kezd a Ubisoft arra ráhangolni minket. Hibanával arra, hogy lesznek bizony gadget ismétlések, ami ugye azt jelenti, hogy ugyan termittől eléggé különbözik hibana, de a lényege ugyanaz. A másik pedig echo-val próbálják azt bevezetni, hogy kicsit kezdenek elrugaszkodni a, a realisztikus terrorelhárítás talajáról, hiszen nem hiszem, hogy a világon bármelyik terror elhárító szövetkezet, hú, de rosszul hangzott, szövetség vagy szervezet használ egy 90%-ig átlátszó drónt, ami ráadásul berészegíti az embereket. Szóval olyasmire kell számítani, ami nem feltétlenül olyan, hogy elsőre azt hinnénk, hogy igen, ez egy terrorelhárító eszköz, viszont szerintem azért elég jól meg fogják csinálni, hiszen ha beígérték, akkor valószínűleg már vannak tervek, csak mi nem tudunk még róla, de biztos, hogy hogy érdekes lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Igazán örülök neki, mert sokat dolgoztam vele, új indexképet is csináltam, úgyhogy fejlesztem a csatornát is, nem csak ezen a szinten, hanem majd próbálok minél sűrűbben, minél jobb videókat csinálni. Jövök majd operátoriskolával, Battlefield 1 W-val, Watch Dogs szal és tervezek esetleg még mást is a legközelebbi videóik pedig Gaming is Fun, és sziasztok!